Több mint 100 tehetséges tanulót és felkészítőiket díjazta a város vezetősége. Olyan diákok munkáját ismerték el, akik kiemelkedő tanulmányi eredménnyel büszkélkedhetnek, valamint tanulmányi versenyen is jó helyezést értek el. Már sok-sok éve, ilyenkor júniusban a tanév befejezte előtt elismerjük azokat a nagykanizsai tanulókat, akik kiváló tanulmányi eredményt értek el a tanulmányuk különböző területein, és természetesen a felkészítő tanáraikat is. Jóval 100 fölött volt azon gyermekek száma, akik ma elismerést, oklevelet és jutalmat vehettek át. Úgy gondolom, hogy a tehetségeknek a gondozása, felkészítése, ez egy nagyon fontos feladat, ugyanis a tehetség az egy nagyon fontos kincs az országban is, és itt nálunk Nagykanizsán is, és ilyenkor egy kis műsor keretében, ünnepélyes keretek között adjuk át ezeket az elismeréseket, majd pedig egy fogadással zárul ez a mindenki által tisztelt ünnep. Említett a polgármester úr, hogy sok éves hagyománya van ennek, több mint 100 tanulót és tanáraikat köszöntették. Mi a tapasztalat így az elmúlt évre visszamenőleg, hogy mennyivel vannak most mondjuk idén tehetségesebb gyerekek, mint az elmúlt években? Vagy ez egy állandó szám, ez a 100 fölötti, vagy ez mindig változik? Hát, nézze, ezt pontosan megmondani nem tudom, de mindig 100 fölött volt. Hála Isten, nagyon sok tehetséges fiatal van. Ugye a tehetség az velünk született, de a tehetséget, hogyha nem ismerjük fel, és a tehetséget nem foglalkozunk, képezzük, abban az esetben elkallódik, hogy úgy mondjam. Tehát itt hála Istennek Nagykanizsán kiváló tehetséggondozó pedagógusok vannak, akik energiát, időt nem sajnálva nagyon sokat foglalkoznak a tanórán kívül is ezekkel a fiatalokkal, mert különben nincs eredmény. Tehát a tehetség és a munka, a köszöntőmben is ezt mondtam, kéz a kézben járnak, mert hogyha nincs mögötte munka, akkor eredmény sem lesz. És a pedagógusoknak nagyon fontos szerepe van ebben, nem csak hogy a tudást átadják, hanem a személyiségük is, a családnak a szerepe is az iskola mellett engedhetetlenül fontos, így lehet csak előrébb lépni. Ezeknek a tehetséges fiataloknak milyen támogatásokat tud nyújtani akár a város? Hát nézze, az intézményeket is szerény keretek között természetesen pályázhatnak, és tudjuk támogatni, ha éppen erre használja fel az intézmény azt a forrást, amit kap. És hát ilyenkor pedig tényleg szerény mértékben, de jeleznünk kell egyszer az iskoláknak is, a felkészítő kollégáknak, és nem utolsó sorban a diákoknak, mert én úgy gondolom, hogy azért ez egy motiváló erő is. És még egy gondolat, tavaly mondtam talán, Einsteintől idéztem, a kiváló elméleti fizikustól, kitől egyszer megkérdezték, hogy hát a tehetség mennyire fontos, és ő azt mondta, hogy ő egy átlagos gyermek volt, persze ez nem igaz, egy átlagos gyermek volt, de felettébb kíváncsi. Na most, tehát itt nagyon fontos a kíváncsiság, és ez pedig nekünk, pedagógusoknak kell felkeltenünk a fiataljainkban, és hogyha ez sikerül, és nagyon jó az együttműködés, és ebben a családi háznak is szerepe van, meg kell, hogy mondjam, iskolának, abban az esetben elértük a célunkat. Egy picit akkor tovább mennék, ezek a tehetséges fiatalok mit fognak majd jelenteni mondjuk a város életében, ha ők itt maradnak? Igen, hát a városnak, de az országnak is a jövője az igencsak a tehetségeken múlik. Mindenkire szükség van ebben az országban, ebben a városban is, mindenkinek a munkájára, bármilyen feladatot is lát el, de azon tehetségek, akik kreatívak, akik innovatívak, akik jönnek az okos ötletekkel, gondolatokkal, igazából ők viszik előrébb az országot is, és egyben a városunkat. És én remélem, hogy ezen tehetséges fiatalok közül egyre többen maradnak Nagykanizsán, örülnék ennek, nem kis feladat és nem kis kihívás a városnak a tehetségeket itt tartani, mert ehhez természetesen lehetőséget biztosítani olyan munkahelyeket, ahol ezekre a tehetségekre, az ő tudásukra, munkájukra nagy szükség van.